olyan témával fogunk ezúttal foglalkozni, amelyről már rengeteg szó esett, és elég népszerű lett az utóbbi időkben. Most szeretném egy kicsit más megközelítésből szemügyre venni ezt az egészet, ami pedig a, a Föld, nem csak a Föld alakjával, hanem megpróbálok mindent, amit nagy hirtelen ki tudtam teríteni, a földdel kapcsolatban egy sorozatban megcsinálni, és csak és kizárólag az írást figyelembe véve. Semmiféle tudomány, semmi más, pusztán meg fogjuk nézni azt, hogy aki azt állítja, hogy ő hisz az írásban, és elhiszi azt, hogy a 66 kanonizált könyv az a teremtő szava, az mivel szembesül és milyen információkat tudunk meg arról, hogy valójában hogyan keletkezett a Föld, hogy néz ki, és mik a részei, hogy épül fel. Szeretném előre leszögezni azt, hogy egyetlen videónak sem az a célja, hogy én meggyőzök bárkit, vagy terjeszem a hitet. Minden videónak az a lényege, hogy aki keres, találjon és azok után meg tudja hozni a saját döntését, és, és a saját véleményét, kit fel tudja építeni különböző információk alapján. Ha mindannyian mindig ugyanazt szajkóznánk, amit elfogad a közvélemény, akkor nem jutottunk volna sehova az évszázadok során. Azt nem értem, hogy azok, akik harcolni akarnak az emberiségért, miért nem képesek elfogadni azt, hogy vannak emberek, akik így látják, vannak emberek, akik úgy, és vannak olyanok, akik amúgy. Az igazság úgy is ki fog derülni a végén, mint mindig, és ez a vége nincs is olyan messze, amikor ki fog derülni. Az, hogy ki mit hisz, ki hogy gondolkodik, hogy éli az életét, teljesen mindegy. Az egyetlen lényeges dolog az, hogy mindenkinek a véleményét érdemes meghallgatni, és utána meghozni a mi döntésünket, nem pedig előtte. Még annyit mielőtt elkezdenénk, hogy igen, az én véleményem az, hogy a Föld nem egy gömb, aminek mi a felszínén élünk. Sokkal inkább lehetséges, hogy egy gömb, aminek a belsejében élünk, ha már itt tartunk, de mindenképpen egy lapos felület, ami mozdulatlan, és egy búrával fedett ebben a búrában, illetve a búrának egy részében találhatók az úgynevezett égítestek, a hold, a nap, amit mi nem tudunk megközelíteni, mint ahogy nincs is erre semmiféle bizonyítékunk. Maga a föld felület alatt található az a rész, amiről a halál után című videósorozat szólt, Seol, az úgynevezett A világ, ahol a halott lelkek találhatók, és maga a Búra fölött helyezkedik el az úgynevezett harmadik mennyország, ahol a Teremtő és az ő angyalait találhatók. Hogy miért a bizonyíték az, hogy ez az, amit meg fogtok látni, ez az, ahogyan leírja a Teremtő a világot az ő szavában. Ez a bizonyíték rá. Mi a bizonyíték a gömbre, igazából semmi. El kell fogadnunk emberek szavát, emberek állításait, videóit, képeit. Úgyhogy, ha valaki azzal akar vitatkozni, hogy, hogy erre nincs semmi bizonyíték, arra sincs. Úgyhogy, de teljesen mindegy, is, mindenki azt hisz, amit akar, hogy mondtam. Ez az információ itt van, nem az én véleményem, ez az, amit az írás támogat. Úgyhogy, vágjunk bele, és remélem, hogy hasznosnak fogjátok ezt. Talán. Most pedig tovább fogjuk folytatni annak a vizsgálatát, hogy hogyan teremtette Jahua a mindenható, az örökké való a világot és mindazt, ami benne van, mik erre a bizonyítékok az írás alapján, későbbiekben pedig áttérünk a többi témára, azonban nézzük meg, mi az, ami még megcáfolja a Big Bang, az evolúció, a gravitációs hullámok, a végtelen univerzum űrlények és a többi létezését, hiszen eddig semmiféle utalás ilyen dolgokra nem volt. Ami érdekes, hiszen ha a teremtő annyira azt akarná, hogy dicsőítsük az ő munkáját, és folyamatosan felhívja erre a figyelmet, hogy a föld, az ég, a csillagok, akkor miért nem tesz említést arról, hogy mindez végtelen, hogy az egész egy gömb, és hogy mi keringünk, hogy az ufók jönnek, hogy, hogy a stb. stb. dolgokról. Szóval, hogyha úgy lenne valószínűleg megemlíteni, hogy legalább az emberek tudják az igazságot, ne pedig azt gondolják, hogy, hogy egy lapos területen élnek, mint ahogy azt leírja az írás. Ez Ézsaiás és 44-es fejezet. Így szól Jahua a megváltód, az alkotód anyát méhétől fogva, ugye Izraelről beszél. Én vagyok Jahua, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem és kiszélesítem a Földet magamtól. Ugye a másik fordítás egymaga kiterjesztette az Eget, kiformálta a Földet, kisegített nekem. Ez itt egyértelműen megmutatja azt, hogy hogyan is feszíti ki az Eget, hiszen a gömb modellen ennek igazából nem sok értelme van, hogy kifeszíti az Eget, hiszen hiszen az körbevonja az egész földet, akkor inkább valahogy felfújná, de itt egyértelműen, mint egy sátrat, nem véletlenül használja ezt a szót, majd a későbbiekben találkozunk vele, kifeszíti a föld fölé, mint egy sátrat, erről beszélni. Következő Jeremiás, Jeremiáhu 51-es fejezet 15-ös vers, így szól az, Ugye ez Jahua, aki teremtette a Földet az ő erejével, aki megalapította a világot az ő bölcsességével, ugye amiről már volt szó, kiterjesztette az egeket az ő értelmével. Az ő értelme, az ő bölcsessége, az ő szava erre utal vissza, már még egyszer nem megyünk ezen, nem, esünk, nem megyünk keresztül ezeken a verseken, példabeszédek, hatos, egy szavával vizek zúgását szerez az égben, felhőket visz fel a föld határairól, villámokat készít az esőhöz, kihozza a szelet az ő tárházaiból, ugye a dél tárházai az előzőekben volt szó, a dél tárházairól. Ezek azok a tárházak, ahonnan kihozza a szelet. Hogyan lenne határa a gömbnek? illetve hol vannak azok a tárházak a gömbön. De egyértelműen elmondta, hogy a déltárházai azok, amelyek a Föld határain talál, találhatók, ahova nem tud ember eljutni olyan egyszerűen. Kiterjeszti az eget, a körív, ugye a kör, amiről szó volt az előzőekben, a kör, ami itt az egész Földet határolja, és onnan hozza a szelet a dél tárházaiból, ugye az éjszaka a föld közepe, dél pedig a föld külső határa, a külső perem. erről olvashatunk Jeremiás 10-es fejezet, 12-es versben, nézzük meg az egész fejezetet, illetve néhány, néhány versszakkal korábban. Ugye a báványokról van szó itt, illetve azokról, akik azok után járkálnak, és 11-es vers így szó, mondjátok meg hát nekik, ugye a báványimádóknak, az úgynevezett hatalmasságok istenek, akik nem teremtették az eget és a földet, kipusztulnak a földről, és kivesznek az ég alól. örökké örökkévaló teremtette a földet, nagy erejével alkotta a lakható világot bölcsességével, kiterjesztette az eget értelmével. Mennydörgő szavára vizek gyülekeznek az égen, pára száll fel a földről, villámok cikáznak záporzuhok, szélvihart hív elő raktáraiból. Következő pedig Ézsaiás, Jesi Jáhu 45-ös fejezet 12-es vers. Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állatám elő, minden seregüket ugye az az égitestek, naphol, csillagok, és ezt mindet ő teremtette, és az ő dicsőségét hirdeti, ahogyan azt Zsoltárok 19-es fejezet első vers leírja. Ez ámos 9-es fejezet, ahol is a 6-os vers így szól, Jehua az örökkévaló a mennyben építette lakóhelyét, és a földre alapozta az ég boltozatát. Ő szólítja elő a tengerek vizét, és elborítja a föld színét vele. Ő az, Jehua örökkévaló, ez az ő neve. Most azon kívül, hogy ez az ő neve, ugye. Hogy nyilván van neve, akkor ezek szerint a másik az, hogy a földre alapozta az ég boltozatát. Akár Akárcsak ez a kép mutatja, ahogyan a földre alapozta az ég boltozatát. Jobb 26-os fejezetben pedig a 7 vers érdekes, ő terjeszti ki az éjszakot az üresség fölé, és függeszti föl a földet a semmiség fölé. Ő köti össze felhőibe a vizeket úgy, hogy a felhők alattok meg nem hasad. Ő rejti el királyi székének színét, felhőjét fölibe terítvén. Ő szab határt a víz színe fölé, világosságnak, setítségnek elvégződéséig egek oszlopai megrendülnek és düledeznek fenyegetéseivel. Től. Nézzük a másik fordítást. Ő terjesztette ki az égboltozatát messze éjszakra, az üres térben felfüggesztette a földet a semmi fölé. Sűrű felhőbe zárta a vizet, mint egy tömlőbe, amely megtartja terhét, nem hasad meg a súly alatt Királyi trónját emberi szemektől elrejtette, Felhőkbe burkolta a ragyogását, kezével látó rajzolt az óceán színén, körös körül elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Ha ő haragszik, még az egek oszlopai is megremegnek fenyítésétől reszketve ingadoznak. Ereje felkorbácsolja az óceánt, majd lecsillapítja bölcsességével lesújtja a tengeri szöveget, lehelletítő, újra tisztán ragyog az ég, keze átszúrja a menekülő kígyót. Vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit ki tudunk deríteni ebből az egészből. Nézzük meg az éjszak. Éjszakot, szót, ami nem más, mint a szafon szó. Ami ugye éjszakot jelent, vagy éjszak felé. Érdekesség az, hogy a Strongs Concordance-ban arról beszél, hogy ugye valami, ami rejtett, sötét, és ez csak az éjszakra vonatkozik, mint egy olyan negyed, ami ismeretlen, vagy pedig sötét, fenyegető. A Heber-Káldeusi lexikon pedig ezt írja, ugye amiről itt olvashattunk, hogy ez egy rejtett, eltakart, elrejtett terület, amit az ősi héberek az éjszakról tartottak. Így gondolkodtak az éjszakról, mint egy elrejtett területről. A déllel ellentétben, ami tisztának és világosnak volt mondható. Nézzük meg, hogy miből ered ez a szó. Strong's age, 6845. Safan. Safan a fenn szó, ami annyit jelent, hogy elrejteni, vagy egy kincs, vagy kincs, ami el van rejtve. Akár valami, ami rejtve van, vagy pedig rejtőzködik, és el van rejtve a felfedezés elől. Ezt jelenti a szó töve ennek az észak szónak, amit megvizsgáltunk az előbb. Érdekes az, hogy a Hebrew Lexikon így ír erről, hogy valami ugye elrejteni, vagy elfedni. Ugye Exodus, illetve második Mózes sem ott, és Józsué az úgy használja ezt a szót, mint hogy valami rejtve van, titok, hozzáférhetetlen. Ez Zékiel hetes fejezetben pedig, hogy valamit különösképpen védeni, védelmezni és Zsoltárok 27-es fejezetben pedig azokat jelenti, akiket Jahua védelmez. Ez a szó, amiről itt szó volt, amiből ered az éjszak szó. Strong's H, 6845, Safan, Safan. mindezt jelenti. Nézzük meg, hogy mi is ez az üresség, ami fölé kiterjeszti az éjszakot. Ez pedig Strong's H8414 Tohu 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 ami valamilyen formátlan, formátlanságot, zűrzavalt valótlan dolgot jelent, ürességet, szintén a visszautal arra formátlan, földre, ami a kezdetekben volt, semmit, semmiséget jelent, egy üres területet űrt, bármi, ami üres, vagy valótlan értéktelen, mint a báványok, egy pusztaságot, egy vadont, olyan dolgot, ahol szinte semmiféle élet nincs, káoszt, illetve semmiséget, ürességet, értéktelenséget jelent ez a szó, amiről beszél. Ez a szó még azt is jelenti, hogy pusztán heverni, úgy, mint teljes mértékben üres, egy pusztaság, valamilyen terület, sivatag, értéktelen dolog, vagy pedig haszontalan, üres, zűrzavar, formátlan, semmi értéktelen pusztaság vadon. Jobb úgy használja, mint... Illetve bocsánat, Ézsaiás úgy használja, mint pusztítás a 24-es fejezetben, ugye itt látható, illetve a 34-esben úgy, mint egy elpusztított város ugyanezt a szót. De ürességet, értéktelenséget, vagy értéktelen dolgot is jelent, az Ézsaiás használja ilyen értelemben, illetve semmit jelent, vagy pedig értéktelen dolgot. Úgyhogy ez az nagyjából, amit ez az észak, illetve ez az üresség jelent valószínűleg arra utal, ahogyan az úgynevezett északi sark kinéz az, hogy az megközelíthetetlen haszontalan, egy teljes mértékben üres terület, ahol az élet nem nagyon képes megmaradni ide terjeszti ki az éjszakot, e fölé, az üresség fölé, illetve ugye felfüggeszti a földet a semmiség fölé. Nézzük meg, hogy mi is ez a felfüggeszti szó, ami nem más, mint... Strong's H, 8518, talá, talá, Tala szó, ami szótő és egy ige, ez pedig szó szerint azt jelenti, hogy valamit felfüggeszteni, fellógatni, illetve felakasztani valakit, és ezáltal halára ítélni ez is, ez a szó lesz. Felfüggeszt. Kifejezetten egy bitófát. Ebben az esetben a talla szó. Ugyanerről tanúskodik a Héber Kádeusi lexikon szintén. Még annyit, hogy ugyanez a szó jelenti azt is, hogy ha valakit felakasztanak, illetve felszegeznek egy karóra vagy egy oszlopra, ami ugye egy, egy büntetési módszer volt. És a végezetül nézzük meg a semmiség mit jelent, ami nagyon érdekes, ugyanis ez a Héber szó. Strong's H1099. Belly ma. Beli ma. Belly ma, ami mindössze egyszer fordul elő az egész írás során, ez pedig semmiséget jelent, semmiség olyan értelemben, mint, mint semmi tulajdonképpen, beli má, és szó szerint ezt jelenti, ez, az egyetlen, ahol előfordul ebben a fejezetben. Ez a szó pedig két szóból tevődik össze, az egyik az a beli szó, Strong's H1097. Beli. Bellé. Ami nem más, mint ugye valamit elhasználni, vagy kifárasztani, vagy pedig valami nélküliséget, nemet, tagadás jelentő. Illetve ez a szó a balá szóból ered. Strong's H1086 Bala Bala ami ugye szintén ezt jelenti, hogy valamit elhasználni, kifárasztani, valami megöregszik, elhasználódik a használat során, teljes mértékben felhasználódik, illetve elromlik. Olyan értelemben, hogy elhasználódik és le leomlik, lerombolódik. Felhasznál, felél valamit, hosszú ideig használ valaki valamit, valami régivé válik, vagy megöregszik, elhasználódik, elköltődik. Ez jelenti ez a szó. A ma szó, ami ugye a másik fele ennek az összetett szónak. Songs H4100 Bemo, Bemo, Second Entry, Ma, Ma, Third Entry, Ma, Ma. Fourth entry, meh, meh. Fifth entry, meh, meh. Sixth entry, meh, meh. Seventh entry, me. ma, ma. Jó, hát elég sok bejegyzés volt ez a szó alatt, azonban egy elég egyszerű szó azt jelenti, hogy mi hogyan, milyen fajta, és ennek a különböző bármi, akármi, hogyan, most hogyan erre utal, hol egy kérdőszó elég általános úgy tűnik ezek alapján. Ez alapján egyértelmű, hogy maga az észak és az üresség fölé kiterjesztett észak, az az a pusztaság, ami az, ami az úgynevezett számukra északi sark, ahová felfüggesztette az egész. Az egész e, tulajdonképpen úgynevezett égboltot, ami fölé tulajdonképpen felfüggesztette. Ez az éjszak, illetve a Föld a semmiben e, található, csak azt mi elképzeljük most a jelenlegi világegyetemben. Azonban ez egy zárt rendszer, természetesen valamiben lennie kell. Ez alapján, amit jó 26-osban olvashatunk, ez alapján a Föld valóban a semmiben e, lebeg és oda függesztette föl a teremtő. Bármelyik variáció is szimpatikusabb számunkra, akár ez a verzió, akár ez, vagy akár ez, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy bármelyik lehet felfüggesztve a semmibe, ugyanúgy, ahogyan azt most a gömb modell mutatja. Erről tanúskodik jobb 26-os fejezet is az, hogy az észak pedig az észak pedig a semmi fölött van, az valószínűleg arra utal, arra, azokra a körülményekre, amelyek utal, azok arra a régióra utalnak, amit mi északi sarknak hívunk. Következő Zsoltárok Tehelim 104-es fejezet lesz, ami így kezdődik. Másik vers, aki körülvette, ugye a Hua ismét, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel és kiterjesztette az egeket, mint a kárpitot. Ez a szó kárpit, kárpitot, ez a következő. Strong's age, 3407. Jerry A. Jerry -a. a. ami függönyt jelent, vagy drapériát szó szerint, és ez a Héber szó, függöny, gyakorlatilag fellógatni, felakasztani valamit, ebből ered, ebből ered ez a kifejezés, hogy függöny, gyakorlatilag függ. Érdekes, a héber kádási lexikon egy fájtlat jelent, egy függönyt, különösképpen a sátor esetében, vagy a szent, ugye a, az ügyülekező helyük volt egy hatalmas nagy sátor vagy ennek a, a vonatkozásában, illetve Salamon templomában is használták ezt a szót. Szóval egyértelműen egy sátornak a függönyére vonatkozik, illetve a sátor anyagára, akár a sátor ajtaja, akár a sátor oldala, vagy a sátor önmaga, a sátor maga ugye erről van szó itt ezt jelenti ez a függöny, ez a kárpit, ahogyan az egek körbeveszik a világunkat. Pontosan úgy, mint egy sátor. Aki a vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyán, ő az, aki a vizeken építi fel az ő palotáját akár csak a földi ö, sátor, illetve a földi templom ugyanúgy az égi királyság. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgálva, ő fundálta, ő alapozta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Ja, teremtette a földet, és a föld nem mozdul meg soha örökké akkor mi a helyzet a pörgéssel, a forgással, a keringéssel és a repüléssel az űrben? Ha itt azt állítja, hogy nem mozdul meg soha örökké, hiszen ő alapozta meg a Földet annak az oszlopain. A Föld oszlopain megalapozta a Földet, ami nem mozdul meg soha. Víz áradatta, amit egy ruhával borította be azt, a hegyek felett is vizek állottak vala ő az, aki teremtette a Földet, és úgy teremtette a Földet, hogy az nem mozdul meg soha örökké, ahogyan azt az ötös versben is olvashattuk. Egy kiáltásodtól eloszlának, mennydörgésednek szavától szétriadának, ugye ez a teremtés esetében volt a vizek, hegyek emelkedének fel, völgyek szállának alá, arra a helyre, amelyet te fundáltál, alaposztál ő az, aki teremtette a hegységeket, a völgyeket, az egész domborzatot, az egész földet, a a teremtő alakította ilyenre, nem a több százmillió éves gyűrődések és egyéb dolgok. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására, ugye a vizek, aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Nézzük mi az, amit még teremtett. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vad szamarak is megoltsák szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közt hangicsának, énekelnek. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Ő az, aki mindent teremt, illetve létrehoz és engedélyez, ami a földön történik. Aki füvet sarja azt a barmoknak és a növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcáját, orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek, hogy a huának fái, libanonnak cédrusai, amelyeket plantált ő, amelyeken madarak fészkelnek, eszterág, amelyek a ciprusok háza. Magas hegyek vadkecskéknek, sziklák hörcsököknek menedéke. Teremtett holdat az ünnepeknek mutatására a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett setétséget, hogy éjszaka legyen, melyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. 24-es, mi számtalanok a te műveid, ója hua, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. És a nagy, széles tenger, itt vannak benne megszámláltatlan csúszok, apró állatok nagyokkal együtt. Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak, megnyitott kezedet és megtennek a te jó voltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelköket, kimúlnak és porrá lesznek. Ja, hua az, aki rendelkezik ezen az élettéren, életteren, ami nekünk adatot, amit mi Földnek hívunk, föld idézőjelbe téve bolygónak. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újját teszed a földnek színét. Az ő lelke az, ami az egész földet benépesítés élettel tölti meg. Legyen Jahuának dicsőség, örökké örvendezen Jahu az ő teremtményeiben, aki ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok, még a vulkánkitörés is az ő irányítása alattá. És ő azért teremtette ezt az egészet, hogy az ő dicsőségét hirdesse, illetve azért, hogy örvendezzen ebben, nem azért, hogy elpusztítsa ezt. Úgyhogy a mi feladatunk az, hogy úgy éljünk, ahogyan ő ezt meghatározta, hogy valóban e, öröme legyen ebben az egészben, hiszen nem véletlenül határozta meg az instrukciókat, hiszen úgy fog működni ez az egész tökéletesen. Emellett az ő dicsőségét hirdeti a teremtés. Ha mi azt hírezteljük, hogy a Big Bang, vagy a gravitációs hullám, vagy a fekete lyuk, akkor azzal elvesszük ezt a dicsőséget tőle, vagy az evolúció, vagy a véletlen műve, stb. stb. Ez az ő dicsősége a teremtés, valaki vagy ezt hirdeti, vagy a világ útját járja, ami az ellenség. Ének hogy a huának egész életemben zengedezek az én hatalmasságomnak, amíg vagyok, hiszen ez az ő teremtése, ez az ő dicsőség, és azért teremtette, hogy öröme legyen benn. Az, hogy mi hogyan élünk itt, az egyáltalán nem az ő hibája, az a mi döntéseinknek az eredménye. Azt is elárulja Ézsaiás és 51-es fejezetben, hogy mi a probléma a világgal, a 13-as vers elfelejtkeztél a huáról, teremtődről, aki az eget kiterjesztette, a földet megalapozta. Ez a probléma a, a világban, hogy az ember elfeledkezett a Teremtőről, arról, aki az Eget kiterjesztette, illetve a Földet megalapozta. Másik fordításban, a károli verzióban, hogy, hogy elfeledkeztél a Huáról, Teremtődről, aki az Eget kiterjesztés, a Földet megalapítja, és hogy félszüntelen minden napon nyomorgatódnak, haragjától aki igyekszik elveszteni. Ugye az az ellenség, a világ, a rendszer a világon, ami uralkodik. Ez az, ami igyekszik igyekszik az embert elpusztítani, illetve spirituálisan elpusztítani, elvonni a figyelmét arról, ami igazán fontos a teremtő útjának követéséről, az instrukciók a tarak követéséről. Ezen az ember egyetlen feladata. Erről téríti el az ember embert az ellenség. Ez a probléma, hogy elfeledkezett az ember mindarról, amiket a teremtő létrehozott a számunkra, hogy abban neki öröme legyen, és mi az ő dicsőségét hirdessük, és ugyanakkor nekünk is örömünk legyen ebben, ha úgy élünk, ahogy ő azt meghatározta számunkra. Ez az a probléma. Ő a teremtő, ő hozta létre ezt, ezek az ő szabályai és az ő úgymond birodalmat. Következő pedig jobb 38-as fejezet lesz, ahol egy érdekes szituáció állt elő, ugye jobb mindenféle problémákkal kellett, hogy szembenézzen, hiszen az ellenség sötán megkísértette, hogy a mindenható pedig próbára akart tenni az ő hitét, mint ahogy valószínűleg mindenkit egy nap vagy egy másik próbára tett, illetve fogja tenni. És Nézzük meg, hogy mi is a helyzet itt. Majd felelej a hua jobbnak a forgószélből, és mondta a természetesen a itt, aki a forgószélből beszél, ugyanaz, aki mindig is beszélt az emberekhez a helyett, illetve az ő személyében, ez ugye a malak, a hua angyala, az ő küldötte, aki nem más, mint a későbbiekben a szava, aki köztünk járt, a hua ugye ez az az angyal, aki beszél a forgószélbe. Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Ugye arról van szó, hogy, hogy miről beszél Jobb, hogy, hogy, hogyan is tudhatná Jobb, hogy mi az ő, a hua terve. És Természetesen ironikusan mondja neki, hogy majd ő kérdez, és jobb fogja tanítani őt. Első kérdés, hol voltál, mikor e Földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosan. A Földnek alapot vetett. Ez a Föld alapja, erre épül rá az egész Föld, ugye azt már kiderítettük, hogy az égbolt alapja pedig a Földön van. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e, avagy kihúzta el felette a mérőzsinort? Ki az, aki lemérte ezt az egészet, aki megszerkeztette, aki megálmodta, aki megcsinálta ezt az egész földet? Mire bocsátották le oszlopait, avagy kivetette fel szegeletkövét, az alapkövét? Hol vannak az oszlopai, mire? Bocsájtotta le az osztopait. Hol van a szegeletköve? Ki az, aki ezt az egészet kitervezte, megrajzolta, megálmodta és megcsinálta utána? És hogy hol volt, akkor jobb. Ha annyira okos, hogy itt össze-vissza beszélt, ugye aki olvasta, ismeri a történetet, az tudja, hogy miről is van szó. Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok és Elohimnak minden fiai vigadozának, hol voltál akkor, Hol vagy akkor, amikor a csillagok örvendeznek, és Elohim minden fiai vigadozának. Ennyit arról, hogy Elohim, vagyis Isten fia, az az ember sét, vagy szét nek a leszármazottai. Elohim fiai ugyanúgy a csillagok, mint ahogyan az ember is. És erre számtalan példa van jó könyvében természetesen. Mindegy, a kérdés az, hogy hol van, amikor ez történik. Tehát a csillagok azok nem bolygók, kövek, amikre le lehet szállni űrhajóval. Ugye? Csillagok azok ugyanúgy spirituális lények, mint ahogyan a nap, a hold, vagy akár mi. Csak egy másik formában. Erre egy verset mutatok, csak Dániel 12. Sokan azok közül, ugye ez a végidőben, mikor Mikál harcol értük, az emberekért, akik korábban meghaltak, sokan azok közül, akik korábban meghaltak és eltemették őket, feltámadnak a halából, közülük egyesek az örök életre mennek, mások pedig az örök szégyenre és utálatra. Akkor a bölcs tanítók fényleni fognak, mint a nappali égbolt. Ezek sokakat elvezettek igazságosságra, örökké ragyogni fognak, mint a csillagok. És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtűnt, az anyaméből kijött mikor ruházatává felhő tevém, takaró -e jáú pedig sűrű homályt. Mikor reávontam törvényemet, zárat ajtókat veték eléje, még a víz, a tenger is vonatkoznak ki a hua törvényei. És azt mondám, eddig jöjj és ne tovább, ez itt ellene áll kevé habjaidnak. Parancsoltál, é a reggelnek, amióta megvagy? Kimutattad é -e a hajnalnak helyét? Hogy befogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla. Hogy átváltozzék, mint megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában. Ő az, aki mindent teremtett, és nem csak hogy teremtett, hanem mindent irányítása alatt is tart olyan dolgokat, amiknek egy egyike is megoldhatatlan lenne az ember számára. Hány és hány ilyen van, amit ő az irányítása alatt tart. Egészen a tengertől elkezdve, ugye a reggel, a hajna, a szelek, és a többi, és a többi. Szóval az a lényeg, hogy itt a tenger, ugye, illetve a hajnalnak helye befogózzik a föld széleibe. Tehát a földnek van széle, hogyha szó szerint vesszük az írást. Nézzük meg a másik fordítást. Kicsoda zárta a tengert gátak mögé, mikor előtört vize, mint egy anyaméből. Amikor akkor felhőkkel borítottam be, felruháztam azt fellegekkel, körülvettem sűrű sötétséggel, meghúztam határvonalát, Ajtók és zárak mögé szorítottam. Ezt mondtam eddig, hogy jöjjön, de ne tovább, büszke hullámaid itt megálljanak. Parancsoltál le a reggelnek, csak egyszer is, hogy felvérradjon. Mutattad én -e a hajnalnak, hol kezdjen világosodni. Ezek szerint. ő az, aki megadja a hajnalnak, hogy hol kezdjen világosodni a föld, akkor nem a nap keringbe bolyongunk össze vissza és ezért hanem ő az, aki a hajnalnak, hogy hol kezdjen el világosodni. Te a hajnal fénynek, hogy ragadja meg a föld sarkait, és rázza le a gonoszokat róla. Amikor a föld átváltozik, mint az agyag, ha pecsétet nyomnak rá, mint mikor új ruhába öltözik valaki, amikor a gonoszoktól elveszik a világosságot, és felemelt karjukat összetörik ő az, aki kialakította a Földet, mintha egy pecsétet nyomtak volna rá, így alakította ki az egész Földet, amiben élünk. Ő volt az. Ez által új ruhába öltöztette. Ő az, aki kialakította a felszínt. A gonoszoktól pedig elvette a világosságot. Felemelt karjuk, ugye, ahogyan az ember az öklét rázza az ég felé. Ezeket a karjukat összetöri. Eljutottál-e a tenger forrásaihoz? Ezek szerint a tengernek vannak forrásai. Jártál-e már az óceán fenekén? Láttad-e a halottak országának kapuit valaha, és a halál árnyékának kapuját láttad-e? Akkor van a halottaknak országa, annak van egy kapuja, és a halál árnyékának is van egy kapuja. Fel tudod-e fogni a Föld méreteit? Mondd meg, ha tudod. Ki az, aki tudja a Föld méreteit? Úgy tűnik egyelőre, hogy senki. Legalábbis csak azt tudjuk, amit ugye nekünk mondanak. Azonban egy egész más Földet ír le itt, mint amilyen Földet nekünk előadnak. Melyik úton lakik a Fény? És hol van a sötétség lakhelye? Akkor ezek szerint a fény, amit megteremtett az elején, hogy legyen világosság, és elválasztotta a sötétségtől, akkor ezeknek is van lakhelye. Te biztosan vissza tudod vinni saját helyükre, el tudod vezetni őket otthonukba, hiszen olyan okos vagy és annyira öreg. Biztosan jól tudod mindezeket. 21-es ugye a másik fordítás. Tudod ezt, hiszen már akkor megszülett, megszülettél napjának száma nagy. Eljutottál é a hónak tárházához, ugye a déli tárházak, amiről már szó volt, vagy a jégesőnek tárházát láttad é, ami szintén a déli tárház, amit fenntartottam a szükség idejére a harc és háború napjára. Mindazok, akik az írás tekintik vezérlő elvnek az életükben, azoknak ezek olyan dolgok, amelyeket érdemes tanulmányozni, hiszen, hiszen ha mindent átvitt értelemben fogunk értelmezni az írással kapcsolatban, akkor ugyanoda fogunk jutni előbb-utóbb, mint az összes hivatalos és nagyobb vallás. Egy idő után egy óriási filozófia lesz az egészből, és elveszti a kapcsolatot az írás, illetve az, ami szerint mi élünk. Ha viszont megpróbálunk ragaszkodni ahhoz, ami le van írva, akkor az a világkép, amit az iskolában tanítanak, és ami itt le van írva, az nem. Nem, nem az, hogy nem hasonló, hanem két tulajdonképpen ellentétes világkép. Melyik út visz oda, ahol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a Földön? Kihasított nyílást a záporesőnek és a mennydörgő villámnak utat, hogy aláessék az ember nélkül való földre a pusztaságra, hol ott senki sincsen, hogy megitasson pusztát, sivatagot és sarjasszon zsenge pázsitot. Van így atja az esőnek, és kiszülte a harmad csepjeit. Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte? Miként rejtőznek el a vizek, mint egy kő alá és mind zárul be a mély vizek színe. Összekötheted ide é a fiastyúk szálait, a kaszás csillag köteleit megoldhatod é. A hajnalcsillagot csillagot előhoz, előhozhatod é az ő idejében, avagy a göncöl szekeret forgathatod é fiával együtt. Ő az, aki ezeket a dolgokat e, létrehozza és teremtette. Ismered é -e az ég törvényeit, vagy te határozod é -e meg uralmát a földön? Az ég törvényei azok, amiknek egy részét nekünk ideadta, hogy azt szerint kellene viselkednünk. Ahogyan az le van írva a könyvben, ugyanúgy viselkednek ők az égben. Ugyanez a törvényrendszer van fönt, mint ahogy itt. Ezért mondja, hogy legyen meg a te akaratod miként a földön, úgy a mennyben is hiszen a törvények mindkét régióra vonatkoznak. Felemelheted és szabadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged. Kibocsáthatod éj -e a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják én néked, itt vagyunk. Ki helyezett bölcsességet a setét felhőkbe? Vagy a tüneményeknek kiadott értelmet? Nézzük meg, hogy mi is ez a tünemény valójában. Kiadott bölcsességet az embernek, ki helyezett belsejébe értelmet? Ki olyan bölcs, hogy megszámolja a fellegeket, ki képes belőlük esőt fakasztani, mikor az aszály miatt porfelhők kavarodnak, és a göröngyök keményre száradnak? Egyébként a két fordításban, mintha nem. hogy itt 38 vers van a másikban, 41, úgyhogy a kettő valószínűleg nem fedi egymást tökéletesen. Nézzünk vissza akkor a Károlyt, és fejezzük be. Ugye ott tartottunk, hogy Kiszámlálta meg a bárányfelhőket bölcsességgel, és kiüríti ki az égnek tömlőit, míg a por híg sárá változik, és a göröngyök összetapadnak. Ugye eddig tart, és ez a három verszak, ez már valószínűleg a 39-esben lesz. Ez pedig arról szól, hogy az állatoknak hogyan ad enni, és hogyan látja el őket a teremtő. Szóval egyértelmű, hogy számára fontos, ezért is mutatta meg jobbnak itt, hogy teljesen mindegy az, hogy mi az, amit gondol az ember, hogy mennyire okos, mennyit tud, mennyit tanult, mennyi diplomája van, vagy akár milyen van. A teremtő az, aki működteti ezt a rendszert, ő az, aki kitalálta, ő az, aki megcsinálta, az ő törvényei alapján működik, és ő örömét leli ebben amikor az ember úgy viselkedik. És az egész lényege az, hogy az ő dicsőségét hirdesse. Azok, akik nem tudják, vagy nem akarják megérteni, azok nem fogják tudni az ő dicsőségét hirdetni, hiszen ők, ők, a, ők egy, egy hazugságot fognak hirdetni, és abban hisznek, hogy a semmiből lettünk, kövekből, hogy minden a semmiből lett több milliárd év alatt, és a többi, és a többi. Vagy ezen az úton indul el az ember, vagy azon, de mind a kettő együtt nem működik. A mi feladatunk az, hogy kikutassuk az igazságot, és mikor megtaláltuk azt, akkor az, az írás alapján bizonyítsuk azt tovább, és, és így jutunk el hozzá, és az ő útjára így tudunk rálépni. Hogyha a világot követjük félig, meg az írást félig, akkor ő azt nem fogja sem jó szemben nézni, sem elfogad. Egyelőre ezzel lezártuk azt a részt, hogy a teremtés hogyan is történt, illetve ki az, aki irányítja az egész világot. Természetesen a ja, Hua, az örökkévaló a teremtő mindenható az, aki ezt létrehozta, és azért, hogy örömét lejje benne, illetve, hogy az ő alkotását dicsőítse ez a, az egész világ, amiben mi élünk. Nekünk kötelességünk az, hogy kifürkészük az igazságot, amennyiben közel akarunk kerülni hozzá. Természetesen ez különböző lépcsőfokokban jön el, és rengeteg munkát igényel, plusz alázatot, és természetesen engedelmességet, hiszen járni kell az úton, amit az ember kitalál. A, az instrukciókról és a toráról. Ha ebben jár, akkor a teremtő vezeti ezen az úton, és egyre több és több információt fog neki megmutatni. Ez valahogy így működik. Én tudom, hogy a legtöbb ember ezzel nem ért egyet, de igazából ezek a videók annak szólnak, akik egyet értenek vele, illetve akik valóban az igazságot keresik. És elhiszik azt, hogy a 66 kanonizált könyv, amit Bibliának hívunk, az a mindenható szava. Az alapján kétség nem fér hozzá, hogy a világ nem egy gömb, aminek mi a külsején élünk, hanem sokkal inkább úgy tűnik, hogy egy gömb, amiben mi élünk. De mindenképpen egy lapos felület, aminek, amit egy búra vesz körül, és ebben a búrában találhatók az égi testek, illetve alatta található az úgynevezett alvilág, és ezt az egészet víz veszi körül. Hihetetlen, de szerintem igazából sokkal nem hihetetlenebb, mint az, hogy mi a semmiben szágulunk, pörgünk, forgunk, egy golyón, amiről a víz nem esik le, és ebből mi mindeközben semmit nem is érzékelünk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok mindenkinek a legjobbakat, és hamarosan folytatni fogjuk egyéb aspektusaival ennek a kérdésnek mindenkinek minden jót, halleluja. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!